Zenés fürdőzésre várták szombaton az érdeklődőket Igalban, ahol több év kihagyás után szervezték meg újra a halloweeni programot. Először kertrendezés volt otthon délelőtt, aztán úgy gondoltuk, hogy ennyit megérdemlünk, és eljöttünk délután egyet fürödni, kikapcsolódni, szórakozni. Voltak, akik kiegészítőkkel érkeztek a halloweeni bulira. Készültünk, vártuk, azt hittük, hogy többen fognak majd kicsikét magukra adni, de hát úgy látjuk, hogy nem, de mindig nem szégyeljük magunkat, és ez nekünk így jó tetszik. Jánosék Németországban élnek. Ha hazalátogatnak, akkor az igali fürdőzést sem hagyják ki. Legutóbb ez egy bulival is párosult. Amikor tehetjük 3-4 havonta, hogy szabadság engedi, jövünk. Ki választotta a dress kódot? Ketten, együtt. Hát önnek, hogy ne ilyen boszorkányos legyen, én nekem meg azért a halálfejes. Fédermahúzos, hogy ez. De nem vagytok rémisztőek. Nem is kell annak lenni szerintem, a hangulatnak kell meglenni. Napközben tökfaragással, arcfestéssel is várták a vendégeket Igalban, az este viszont a buliról szólt a gyógyfürdőben. Csak fürdöttünk meg, faragtunk tökött is. És bulisztok közben. Igen. A létesítményben nem csak nyáron, hanem egész évben várják tematikus programok a vendégeket. Azt gondolom, hogy a fürdő vendégeknek igénye van a programokra, nagyon szeretik is a programokat. Azt kell mondanom, hogy Igalnak már mondhatni, hogy védjegyévé váltak a programok, hiszen egész év során körülbelül 50 kisebb-nagyobb rendezvényel várjuk a hozzánk látogató fürdőzőket. Nagyon szeretik a tematikus zenés programokat, de az év folyamán szoktunk szervezni gasztronómiai programokat, és egyéb tematikus jellegű programokat is. A legutóbbi programon egy tüzes meglepetéssel is készültek a szervezők. A fürdőzőket a tűzvarás produkció tagjai szórakoztatták. A legnagyobb lángokat, ugye a tűz és a víz, ez jól néz ki mindig, úgyhogy mindent, amit lehetett. Plusz a rémes arcot is hoztuk hozzá, meg a hátborzongatót. Remélem, jól sikerült. A fellépők számos eszközt bevetettek, hogy elkápráztassák a fürdőzőket. Nagyon sok tűzes eszközet bevetettünk, nagyon nagy lángokat, illetve technikából a SmartBoy nevezetű eszközüket hoztuk, ami kirajzol különböző képeket, logókat. Ennek az az egyedisége, hogy ez saját gyártmány, ez SmartBoy eszközünk. Legközelebb tematikus külön programmal november 10-én várják a fürdőzőket Igalban. Mártonnaphoz kapcsolódva a helyi éttermek, büfék is készülnek, ahol libás ételeket és új borokat is lehet majd kóstolni.